Kis beszélgetést tartunk most a fogfehérítéssel kapcsolatban. A kolléganőmmel, aki meglehetősen elmélyedt ebben a témában, Hulita Szibilla doktornő ül itt mellettem, és akkor felteszek neki egy pár kérdést, olyan kérdéseket, amik egyébként elő szoktak fordulni. Szóval, kedves doktornő, hogy mi az előfeltétele annak, hogy valakinél professzionális fogfehérítést végezzünk? Nagyon fontos, hogy nem lehet a szájában semmiféle szuvasság, fognyakikopás, elálló tömésszél, különben a fehérítés még károkat is okozhat a szájüregben, akár el is halhat tőle a fog, ezért fontos, hogy mindenek előtt a fogorvos átnézze a szájüreget, és ezeket a dolgokat kezelje, és utána vághatunk bele a fogfehérítésbe. Szóval ez azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen fogfehérítést, egy professzionális fogfehérítést előtt a páciást meg kell a fogorvosnak vizsgálnia. Igen, ez nagyon fontos, anélkül nem lehet belekezdeni, mert nagyon komoly károkat okozhatunk, és ezért is tartom fontosabbnak, előnyösebbnek a rendelői fogfehérítést, mert akkor egy szakértői felügyelet mellett zajlik mindez, nem otthon a páciens önálló döntései alapján. Van-e valamilyen különbség a hatékonyságban a rendelői fogfehérítés meg az otthoni között? A rendelői és az otthoni között az lenne a különbség, hogy a rendelői, mint az előbb is mondtam, egy felügyelet mellett zajlik, kisebb károkat lehet vele okozni, emellett rövidebb idő alatt érhető el a végleges eredmény, nem kell napokat várni, hanem akár egy-két óra alatt elérhető az eredmény, ezáltal sokkal gyorsabb, szebb eredményt érhetünk el vele. Van-e valamilyen hátrányossága a fogfehérítésnek? Okoz-e valami problémát maga a fogfehérítés? Az összes probléma, ami felmerülhet, az igazából a fogérzékenység, de ez is pár napon belül csökkenni szokott. Erre szoktunk javasolni a fogérzékenység elleni fogkrémeket a kezelés után, és ezzel nagyon jól kezelhető ez a probléma. Mennyi ideig tart egy ilyen kezelés? Mondjuk a páciens megérkezik a rendelőbe, megvizsgálod, mondjuk, hogy nincsenek-e szúvas fogai, beül, és elkezdik a fogfehérítés, onnantól kezdve mennyi ideig tart? Körülbelül 1-2 óra, és akkor már is elérjük a végleges eredményt, ugye, mint mondtam, ellenben a 8-10 napos otthoni fogfehérítéssel szemben. Szóval az 1-2 órát azért rá kell számolni. Rá, ide mindig úgy kell érkezni, hogy akkor ne rohanjon a páciens, és mindig legyen ideje arra, hogy akkor ellenőrizzük a dolgokat, bármi probléma felmerül, akkor meg tudjunk állni, legyen idő egy kicsit beszélgetni is akár közben. Szóval akkor te egyértelműen a rendelői fogfehérítést részesített. Igen. Előnyben. Jó, milyen hatékony egyébként egy ilyen kezelés? Tehát, ugye azt mondjuk fogfehérítés, hát nyilván nem csempefehérségű fogakat szeretnénk elérni, hanem a lehetőségekhez képest fehérítést. Szóval milyen hatékonysággal bír egy ilyen kezelés? A leglátványosabb eredményt az ilyen sárgás, barnás elszíneződések esetén érhetünk el. A szürkés fogakkal szemben van egy kicsit nehezebb dolgunk, de azokkal szemben is látványosabb eredményt érhetünk el. Szóval mondhatni tökéletes. Fontos az, hogy ahogy te is mondtad, ne csempeszerű, ne ez a vakító fehér mosolyt érjük el, hanem a természetességre törekedjünk. Van-e olyan kezelés, ami megkerelőzze a professzionális fogfehérítés eljárásokat? Igen, ami még nagyon fontos a tömések, az átnézés után, hogy egy fogkeltávolítás előzze meg mindezt. Már ez is amúgy nagyon sokat szokott javítani a fogak színén, de ez egy fontos előfeltétele, hogy az íny is egészséges legyen, és az a fogkeltávolítása nélkül nem valósulhat meg. És ilyenkor kell ilyen airbrush-t is csinálni? Tehát ilyen... Igen, az airbrush ugye a homokfúvás, ugye itt lényegében nem tényleges homokkal fújjuk, csak egy ahhoz hasonló anyaggal, amivel egy még plusz fehérséget, simaságot még jobban el tudjuk távolítani, az esetleges plakkot, ételmaradékot, bármi, ami esetleg ezzel a mechanikai eszközzel nem került eltávolításra. Köszönöm szépen, remélem, hogy egy csomó kérdésre tudtunk válaszolni. Hamarosan még hasonló kis beszélgetős videókkal jelentkezünk a szakmánk tájáról, és köszönjük szépen a figyelmet!